Itt a Békés Csabai Tevanandor utcai nyomdaüzem hengermosójában történt robbanás vasárnap reggel. Az ipari területre nagy erőkkel érkeztek ki a Békés Csabai, a Gyulai és a Mezőberényi tűzoltók, de mire a helyszínre értek, az üzem beépített elhárító rendszere már eloltotta a lángokat. A detonáció következtében egy ember sérült meg, a szakemberek azonnal megkezdték az ilyenkor szükséges vizsgálatokat, felméréseket. A létesítményben a beépített tűzoltó berendezés működésbe lépett. Mire kiértek a hivatásos egységek, megkezdték a tűzoltói munkálatokat, valamint átszellőztették és átvizsgálták a helységet. A katasztrófavédelmi műveleti labor ellenőrizte, illetve méréseket végzett, hogy veszélyes gázok, gőzök kerültek a levegőbe, de a mérések kimutatták, hogy veszélyes anyagok nem kerültek a levegőbe, így a lakosságot nem veszélyeztette. A baleset következtében egy ember megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai a kórházba szállították. A gázrobbanásnak a körülményeit a Békés megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vizsgálja, hogy emberi mulasztás, elektromos szállat, vagy esetleg, hogy mi okozhatta a tűznek a keletkezését, vagy a robbanást. Információink szerint a robbanáskor ketten tartózkodtak a közelben, egyikőjük könnyű sérülést szenvedett, akit a helyszínen elláttak, majd kórházba szállítottak. A robbanás okának vizsgálatára 30 nap áll rendelkezésre, de ha szükséges, akkor ez meg is hosszabbítható.